Mint ahogy tavaly, úgy idén is szigorú biztonsági szabályok mellett indulhattak újra a tanfolyamok és vizsgák is a Magyar Vöröskereszt szervezésében. Egyszerre 9 fő, illetve egy oktató lehet egy képzési csoportban. Kisebb vizsgadömping alakult ki, ezért a megszokott heti egy vizsganaptól eltérően 2, de a héten például 3 vizsganapot is biztosítanak. A fokozatosság elvét igyekszünk betartani itt a Vöröskeresztben, ez országos újraindítás, tehát nem csak egy-egy megye vagy egy-egy vizsgaközpont indult újra, hanem országosan tervezetten a képzéseket is el tudjuk lassan indítani. Az elmaradt képzéseinket próbáljuk most először behozni. Itt is van 2-3 olyan csoport, akiket a bezárás előtti időszakról hívtunk újra. Mivel ugye ezt nem tudták megcsinálni, ők is nagyon örültek ennek a lehetőségnek, hogy így most már minden akadály elhárul, hogy megszerezhessék a jogosítványukat. Több száz kereszt és forgalomvizsga maradt el az elmúlt hónapokban, amiket április 19-től lehetett újraindítani. A vizsgák mellett most a kontaktképzések is leálltak, emiatt nem lesz akkora a nyomás, mint tavaly tavasszal. Nyilvánvaló, hogy azok a feltorlódott igények, amelyek a vizsgáztatási szünet előtt képződtek, azok nyilván koncentráltan egy bizonyos nyomást jelentenek a vizsgaigény tekintetében. De az elmúlt időszakban is úgy oldotta meg a vizsgaközpont, hogy akár a hétvégi vizsgák bevezetésével, akár pedig a munkaidő megnövelésével a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk ezeket a vizsgaigényeket kielégíteni, és nyilván visszatérni ahhoz a régi és elvárt várakozás időhöz, ami ugye azt jelentette, hogy 2 héten belül minden vizsgaeseményt igyekszünk lebonyolítani. A védelmi intézkedések természetesen megmaradtak. Egy vizsgateremben legfeljebb 10 fő tartózkodik. A csoportok között fertőtlenítenek, a gyakorlati vizsgáknál is ugyanazok az előírások vannak érvényben. Az elmaradt vizsgákat az előzetes tervek szerint 2-3 hét alatt tudják lebonyolítani. Első körben azok vizsgázhatnak, akiknek törölték a már meglévő vizsgadátumát.